tovább a Mizse otthonában, a Hajrában veszített egy pontot az NKC, a férfi kézilabdások 33-33-as döntetlent játszottak. Most viszont már a hétvégi Ózd elleni találkozóra készülnek. A héten a labdástréning mellett TRX edzés is szerepelt a programban, a szakmai stáb pedig kielemezte az ózdiak játékát. Nagyon szeret kapura lőni, elég sokat is lőnek, tehát a Fekete Lászlót ismerje, a nyíregyházi közönség is volt nyíregyházi játék, és tudja, hogy egy vérbeli lövő, ő nem sokat gondolkodik, hanem lő, és általában elég eredményesen, hisz ott van az élmezényben a góllövések számában, de a többi másik két lövő is nagyon jó technikával rendelkezik. Gyors mérkőzés lesz, tehát sok támadás lefolyás lesz. Én bízok abba, hogy eredményesek tudunk lenni hazai pályán, hisz idegenben megvertük őket. De még egyszer mondom, hogy az a csapat már nem az a csapat, kicserélődtek, már jobban játszanak azóta, de hazai pályán azt mondom, hogy mi nem követhetünk el olyan hibát, hogy akár egy pontot is elveszítsünk. A Nyíregyháza jelenleg a második helyen áll a bajnokságban. A listavezető Eger komoly előnnyel vezet, így bár van még hátra 6 forduló, de szinte biztos, hogy ők nyerik az NB1B keleti csoportját, így feljutnak az élvonalba. Az NKC szeretné megtartani a második pozíciót, és erre minden esélye megvan. Az Ózd elleni mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Bújtosi csarnokban, a találkozót pedig a Nyíregyházi TV vasárnap felvételről közvetíti.